Sziasztok, Árpi vagyok. Ebben a videóban a Hybrid Backup Sync nevezetű alkalmazásban fogunk felhőbe menteni. Pontosabban a Google Drive-val beállítom azt, hogy a NAS-ról, illetve a Google Drive-ról hogy lehet mentéseket, akár ütemezett mentéseket készíteni, vagy hogyan lehet beállítani azt, hogy valós időben szinkronizálja a mappákban lévő adatainkat, fájlainkat, mappáinkat. Most az aktív szinkronizálási feladatot fogom megmutatni, tehát a Google Drive tárhelyről fogok a NAS-ra menteni. Aktív szinkronizálási feladat, meg kell adnom a forrás tárolóhelyet, vagyis a Google Drive-ot, de egyébként választhatok más népszerű felhő tárhelyek szolgáltatói közül is, például a Dropbox vagy a OneDrive is igénybe vehető, vagy használható, de elég sok választási lehetőségünk van. Itt most maradok tehát a Google Drive-nál. Meg kell adnom az e-mail címemet, amihez ez a Drive tárhely tartozik. Személyazonosságomat igazolnom kell. Fog jönni egy engedélykérési ablak, hogy a Hybrid Backup Sync hozzá akar férni a Drive-on tárolt fájlokhoz. Ezt engedélyeznünk kell ahhoz, hogy ez az aktív szinkronizálási feladat létrejöhessen és működjön is. A létrehozás gombbal ezt létrehozzuk. És akkor itt kiválasztjuk a már létrehozott tárhelyet. Alapvetően a művelet egy másolás lesz, de választhatnánk tükrözést vagy áthelyezést is. Itt a további információknál fel fog jönni, hogy mit jelent a tükrözés, a másolás és az áthelyezés. Tehát itt a helyi NAS és a Google Drive között, pontosabban a Google Drive felől, itt ahogy a nyíl is mutatja, a NAS felé történik majd a szinkronizálás. Ha ugyanolyan nevű fájl van mindkét helyen, akkor a fájlok átnevezését fogja nekünk felajánlani névütközés esetén, de választhatjuk azt, hogy cserélje a fájlt, vagy kihagyja ezeket a fájlokat, amiknek azonos a nevük. Ha itt a tovább gombra nyomnék, akkor jön egy hiba üzenet, hogy a szinkronizálási beállítások hiányosak. Ez azért jön, mert meg kell adnunk párosított mappákat. Itt például itt már létrehozott a mappát fogok választani, a nyilvános mappámban van egy aktív, és a Google Drive-omon is, ha minden igaz, akkor létezik a My Drive-on belül egy aktív nevezetű mappa. Ezt kiválasztom, és utána tovább fog engedni minket szépen. Megadhatjuk az ütemezést, alapból a nincs ütemezést ajánlja fel. Ha a szinkronizálás most checkboxot kipipálom, akkor a feladat létrehozásánál le fog futni ez a szinkronizálás. Valós idejű szinkronizálás beállításakor elvileg minden változás, amit észlel a Google Drive-on, tehát hogyha fájlt módosítottunk, újat hoztunk létre vagy töröltünk, akkor az szinkronizálódni fog a NAS-unkon is. Az ütemezésnél beállíthatom a szokásos ütemezési beállításokat, hogy óránként, percenként, naponta, hetente, havonta egyszer vagy többször szinkronizáljon, de legfeljebb 30 ütemezést állíthatok be itt, ahogy írja is. És itt a futtatása feladat után itt kiválaszthatnék egy feladatot, amit egyébként más itt a baloldali menüben fogok tudni beállítani, hogyha van több szinkronizálási feladatom, vagy akár biztonsági mentés, akkor beállíthatom azt, hogy mi fusson le ezután a szinkronizálási feladat után. Itt most beállítom azt, hogy valós idejű szinkronizálás, szinkronizálás most, és a tovább gombbal különböző szűrőket engedélyezhetek. A speciális szűrőknél megadhatom, hogy milyen fájlokat hagyjon ki, fájltípusokat is kizárhatok, vagy belefoglalhatok a biztonsági mentésbe, pontosabban a szinkronizálásba. És hogyha itt a házi rendekre átmegyünk, akkor ügyféloldali titkosítási jelszót is megadhatok, amit
érdemes nem elfelejteni, mert akkor elveszik a fájl is, hogyha nem fogjuk tudni ezt a jelszót. Sebességkorlátozásokat állíthatok be. Itt integrálhatjuk a Kovannal, ez egy másik téma lesz. És a Google Drive fájlokat konvertálhatjuk Microsoft Office file formátumokra is. Itt a beállításokba még belemegyünk, akkor a hibakeresési naplót engedélyezhetünk, és értesítést is küldhetünk, hogyha sikertelen a feladat, vagy egyébként minden más értesítést is konfigurálhatunk az értesítési központban. Én ezt szeretem bekapcsolni, mert hogyha bármilyen hibával leáll a HBS, vagyis a Hybrid Backup Sync, akkor el fogja indítani azokat a feladatokat, amik félbeszakadtak, vagy el se tudtak indulni, mert a Hybrid Backup Sync éppen nem működött. Szóval rámegyünk a tovább gombra. A titkosítást meg a sebességkorlátozást kikapcsolja. Itt van egy összefoglaló, tehát itt a nyíl mutatja, hogy a Google Drive felől a NAS felé fog nekünk szinkronizálni ezt a két mappát, de adhatunk hozzá többet is, hogyha ütközés van, akkor átnevezi a fájlokat és valós idejű szinkronizálásról van szó. Rányomok a létrehozás gombra, akkor várunk egy picit, és el fog indulni nekünk a szinkronizálás. A valós idejű szinkronizálásról még annyit elmondanék, hogy beállítható a kétirányú szinkronizálás, úgyhogy valós időben történjen, viszont a tapasztalataim szerint, hogyha a NAS-ról szinkronizál a Google Drive felé, akkor az szinte azonnal megtörténik, tehát hogyha valamilyen fájlt módosítok a NAS-on, akkor azt azonnal szinkronizálja valós időben a Google Drive-ra is. Viszont fordítva, a Google Drive-on módosítok valamit, vagy új fájlt hozok létre, vagy bármi más, akkor ott eltelik azért a valós idejű szinkronizálás beállítása ellenére, eltelik kb. 2 és 5 perc közötti idő, de végül is szinkronizálja, csak nem azonnal fog megjelenni a NAS-on ez a módosítás vagy az új fájl. Itt a futó szinkronizálva, ez azért van, itt megjelenik egyébként fönt a háttérben futó feladatoknál is, azért, mert ez folyamatosan figyel, szóval a valós idejű szinkronizálási feladat az itt nem is fog eltűnni, hanem várakozási státuszba kerül, és ez folyamatosan fog futni a háttérben, de hogyha elindítok egy FileStation-t, ugye megnézzük a publicban az aktív mappát, amit beállítottunk, akkor ezek lesznek ott, és hogyha letöltöm a Google Drive Windows-os alkalmazást, akkor közvetlenül a Windowsból is megnézhetem azt, hogy mit tartalmaz a Google Drive mappám. Ez ugye egyébként a Gmailben, a Google Drive-ban is megtekinthető, csak így azért talán praktikusabb, hogyha így mutatom. Jó, kezdő lépéseken végigmegyek, beírom itt is az azonosításhoz szükséges adataimat. Itt a gépről nem akarok most semmit szinkronizálni. És az indítás gombbal elindítom azt, hogy jelenjenek meg itt szépen a Google Drive-ban található mappáim. Várunk egy kicsit, és szépen meg is fognak jelenni. Itt van a próba aktív nevezetű könyvtár. És hogyha visszanézünk itt a fájlkezelőbe, vagy FileStation-be, akkor látható, hogy itt más dolgok is vannak, tehát nem két irányú a szinkronizálás. Innen például az a NIC card, valamint a QNAP mappa az nem fog átkerülni, mert csak a Google Drive-ról szinkronizál ez az aktív szinkronizálási feladat a NAS felé. Hogyha viszont beleteszek például egy másik fájlt ebbe a
ebbe a Google Drive mappába, akkor megnézhetjük azt, hogy mikor fog megjelenni itt a FileStation-ben. Meg kéne, hogy jelenjen, mert valós idejű szinkronizálás van beállítva. Itt is van, megjelent ez a QFinder Pro Windows nevezetű exe file, ami a valós idejű szinkronizálás beállítása ellenére kb. Másfél perc után jelent meg itt a FileStation-be, tehát működik, csak kicsit lassabban, hogyha a drive felől jönnek a fájlok, a szinkronizálandó fájlok. Ennyi lenne tehát röviden a Hybrid Backup Sync Google Drive-val történő szinkronizálása valós időben. Vannak különböző feladatok, biztonsági mentési lehetőségek és beállítások is, amit egy másik videó fog tartalmazni. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videónkat is, sziasztok!